Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Vom Donauufer bis zur Deutschen Gasse. Spaziergang auf dem Mohacer Ungarndeutschen Lehrpfad. Gebautes Erbe der deutschen Siedler. Das rekonstruierte Fachwerkhaus in Szarvet aus dem 18. Jahrhundert gilt als beliebter Ausflugsziel für Nationalitätenschulen. Filmpremiere in Bonhard im Rahmen der Programmreihe Deutsche Abende. Dokufilm über das mehr als 1100 Jahre lange Zusammenleben von Ungarn und Deutschen. Verschwiegene Geschichte. Ehrliche und offene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Zweisprachige Stationen führen den Besucher vom Donauufer bis zur ehemaligen Deutschen Gasse in Mohács. Der Lehrpfad gewährt Einblick in die Geschichte der Mohácer Deutschen von den 1700er Jahren, also von der Ansiedlung bis heute. Der thematische Weg stellt erlebnisreich das Leben der alten und heutigen Mohácer dar, was schon immer durch die Donaunähe und Beziehung zu den umliegenden schwäbischen Siedlungen geprägt wurde. Das reiche Wissensmaterial wird mit Hilfe eines Begleitheftes und mit interaktiven Installationen ergänzten Lehrpfadtafeln vorgestellt. 2015-ben a magyarországi németek országos önkormányzata kezdeményezte, és a Németországi Szövetségi Köztársaság belügyminisztériuma támogatja azt a projektet, melynek keretében eddig összesen 11 német nemzetiségi tanösvény készülhetett el hazánkban, valamint egy országos német tanösvény is létesült Baján. A tavalyi 3 nyertes település közül az egyik Mohács, ahol a 2021-es év végére készült el a tematikus sétaút. Nagyon örültünk annak, hogy itt Mohácson is kialakításra kerülhetett ez a német nemzetiségi tanösvény, mert tudható, és most az anyag kidolgozásával egyértelműen megállapítottuk, hogy a mohácsi németség jellemzői azért nagyban eltérnek a környékbeli, vagy akár a távolabbi sváb települések jellemzőitől, és ezeknek a tanösvényeknek éppen az a lényege, hogy a helyi jellegzetességeket emeljük ki, és azokat próbáljuk kihangsúlyozni. Hogyha Mohácsról beszélünk, azért is más ezek a jellemvonások, azért is másak, mint a falvakban tapasztalható jellegzetességek, mert hogy itt egy városról beszélünk, ugye, és az urbanizáció, a polgárosodás az befolyásolta minden nemzetiség, így a mohácsi németség életét is. A másik fontos dolog pedig, hogy a Dunaparton vagyunk, Mohács a Duna mellett fekszik, és ahogy minden nemzetiség életét, így a mohácsi svábok életét is a Duna, a gazdaság, a megélhetés, a hagyományok tekintetében is nagyon befolyásolta. Ember, közösség, népcsoport. A mohácsi Dunapartról kiinduló új tematikus út e hármas egymáshoz való viszonyában irányítja rá a figyelmet a mohácsi németség letelepedésére és azon értékekre, jellemzőkre, melyek leginkább meghatározták az egykori telepesek és a mai napig meghatározzák utódaik életét. Az interaktív elemeket is felvonultató tanösvény bepillantást ad a németség több évszázados múltjába, kézműves kultúrájába, hangszeres zenéjébe, a német halászok munkájába, a sváb vízimolnárok által működtetett hajómalmok világába és az egykori Deutsche Gasse lakóinak mindennapjaiba. Minden állomásunk egy-egy személyiséghez fűződik. Az első állomáson Wilhelm Heinz Lenger nevéhez fűződik, vagy kapcsolódik össze a tábla tartalma. Ki is volt Wilhelm Heinz Lenger? Hogyha megnéznénk a mohácsi halotti anyakönyvi kivonatokat, akkor az 1770-es évben itt a táblán fél évnyi halotti anyakönyvi kivonatot tartalmazhatunk, vagy láthatunk, és az 50 szereplő bejegyzés esetében 9-ben olvasható az ex-Germania, ex-Franconia, ex-Lothringen kifejezés, tehát ezt mutatja, hogy az 1770-es években nagyobb számban érkeztek ide német telepesek, közülük az egyik 1770. április 30-án érkezett Wilhelm Heinz Lenger, akinek Petrus nevű kisfia, hogyha velem olvasnak, Petrus Wilhelm Heinz Lenger filius ex Germania proficiensis, tehát Germániából származó, in navi morted, meghalt a hajón 3 évesen, tehát az ő Wilhelm Heinz Lenger ide érkezése egy családi tragédiával is összekapcsolódik. A második állomáson megtudhatjuk, hogy a hajómalmok közül 120 éve
27 működött a Duna városi szakaszán. Kenyér helyett tésztát ettek a halas ételekhez is, aztán így vált hagyománnyá Mohácson a halászlé fogyasztása gyufatésztával, és hogy az utolsó hajómolnár, Herger Röder János 1952-ig őrölte itt a gabonát. Egészen tavasztól, tavasszal elővontatták a hajómalmokat a jégmentes öblökből, és megkeresték a Dunában azokat a vasláncokat, amelyekhez hozzá rögzítették a malmokat, és akkor éjjel-nappal folyamatosan ugye a sodrást kihasználva, felhasználva őrölték a gabonát. A parasztok, akik ide hozták a gabonájukat, nyilván szerették volna a saját lisztjüket visszakapni, ezért megvárták, amíg őrölték a gabonát, és ez azt jelentette, hogy egy ilyen társadalmi élet alakult ki, öt hozták, vitték a híreket ezeken a hajómalmokon, mivel az őrlés egészen éjjel-nappal felügyeletet igényelt, ezért mindenféle lakhatásra szükséges dolog megtalálható volt a malmokban, tehát itt aludtak, itt főztek, itt tisztálkodtak. Sajnos az elektromosság előrehaladásával a 19. század végén, a 20. század elején, illetve a Dunán megnövekedett a hajóforgalom, és akkor a hajómalmok nagy többsége eltűnt. A második világháború előtt már csak 6 hajómalomról tudni, azonban a háború szele azokat is elvitte. Herger Röder János megpróbálta megmenteni a saját malmát, és a meglékelt malmot elrejtette tulajdonképpen, és tavasszal megjavította, és újra üzembe helyezte. Azonban az 50-es évek elején a fémrészeket ellopták, ezeket még visszavásárolta a vastelepről, tehát mindenféleképpen megpróbálta működtetni a malmát, sajnos az utolsó időszakban már csak a darálóként működött a túlsó parton, míg 1952-ben teljesen bevonták az iparengedélyét. A mohácsiak mindennapjait, életét, iparűzését is nagyban befolyásolja a Duna. A halászat, a vízimalmok, a dunai hajómalmok nagy szerepet játszottak évszázadokon át a németség életében is. A Duna minden nemzetiségnek, tehát a lakosoknak nemzetiségtől függetlenül megélhetést jelentett. Nagyon sokan foglalkoztak ugyanis halászattal. Elsősorban azért, hogy a saját élelmiszer szükségletüket fedezzék. Azonban azok a mesterek, akik 5-6-an közösen, nagy halászként közösen dolgoztak és vetették ki a hálóikat, illetve teljes megélhetésüket biztosítani tudták a halászatból. Az ilyen típusú mestereknek a nagy többsége azért német származású volt, ezt bizonyítják a különféle tanúsítványok és különféle tanodai bizonyítványok, illetve a céhek tagjai kellett, hogy legyenek. Általában a céhekbe tömörült halászmesterek inasokat is foglalkoztak, és a családban generációkra generációkra adták tovább a mesterséget. Egy ilyen halász generáció itt Mohácson az Éman család. Hogyha az anyakönyvi kivonatokat megnézzük, és az Éman névre bukkanunk, akkor ott több mint 100 éven keresztül mindig olvashatjuk a piszkátor, latinul halász, vagy halászmester, halászlegény, halászleány kifejezést, tehát ez az Éman család generációkon keresztül halászatból élt. Itt is egy kis interaktív feladatot tettünk ide, akit érdekel a dolog. A halászcsomókat lehet kipróbálni, tulajdonképpen a leírások alapján nagyon egyszerű. Ami ma a német mesterektől megmaradt, az a halászat nyelvében nagyon sok szót találunk, például a Terichplatz, vagy a Nádli, a tű, amelyek a szavakban, tehát megmaradtak a német elnevezések, és amelyeket még ma is használnak a halászmesterek. A mohácsi német tanösvény 4 további állomását következő műsorunkban mutatjuk be. Die Anfang der 1700er Jahre in Szávet und seiner Umgebung angesiedelten ersten Deutschen bauten noch traditionelle Fachwerkhäuser. Für heute sind nur etwa 50 solche Baudenkmäler in ganz Südtransdanubien zu finden. Deshalb gilt in Szávet wieder aufgebaute Fachwerk-Wohngebäude aus dem 18. Jahrhundert als eine echte Rarität, das im Laufe der vergangenen Jahre auch im Kreise der Nationalitätenschulen zum beliebten Ausflugsziel geworden ist. Szász Gábor építész Szávodon él. Anyai ágon német származású. Nem véletlen, hogy nem akarta veszni hagyni a közeli Tevelen lebontásra ítélt 18. századi favázas házat.
Édesanyám révén német felmenőim vannak, és itt is születtem Závodon, mindig itt éltünk, és a szakmám kapcsán a technikát is ismertem. Eleve a népi építészet közel állt hozzám, de ezen belül ez a fachwerk, ez a német építési technika, ez mindig is érdekes volt. Az utca, ahol állunk, egy nagyon régóta lakott település rész volt, amikor a németeket 1718-ban Závodra, Fulda környékéről ide telepítették, akkor ez az egyik első belakott utcaszakasz volt. Nagyon sűrűn álltak egymás mellett kicsi léptékű házak, tehát 5-6 méteres udvarokkal és 7-8 ház állt ebben a nagyon rövid utcában. A mögöttünk lévő fachwerkház helyén is állt egy ház, ez volt az utca utolsó háza, a legközelebb az erdőhöz, és ennek a helyére volt akkor célszerű megépíteni ezt az egyedi emléket. A ház története nem Závodon kezdődött, ez valaha Lengyelben állt, és az épület bontás során derült ki, hogy ennek a halálra ítélt épületnek a falazatában még fagerendák vannak, ami igazolta azt, hogy ez egy első generációs fachwerkház, és ahogy Závod úgy lengyel is fuldai telepítésű német közösség volt, tudjuk azt is, hogy Závodon frank módon épültek a házak az első egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint, tehát akkor méltó helyre kerültett vissza ez. Sok munka volt vele, először is a bontás során rajzolni kellett, rögzíteni, dokumentálni, minden elemet egyesével megszámozni, és akkor volt egy hosszú időszak, amikor ez egy pajtában, vagy két pajtában pihent tulajdonképpen a faluban, és arra várt, hogy egy pályázati támogatási lehetőséget találjunk hozzá, hogy ez újjáépülhessen, ami sikeresen 15 környékén meg is valósult, úgyhogy most már 7 éve itt áll az épület készen. Amiért készült, az tulajdonképpen a emléket állítani ennek az építés technikának. Az épületbe bekerült egy datált gerenda is, ami a fachwerk emlékek között sem túl gyakori, tehát ritkaságnak számít, az életkora szintén. A datálás 1772-es, és ez a faluban fellelt, egy másik portán fellelt egykori fachwerkház mellszorító eleme volt, az utca felé egy felirattal, ahol az akkori tulajdonos és felesége nevét tartalmazta, Nikolaus Véner és Margarita, és latinul dicsőség az Istennek. A ház építése során arra törekedtünk, hogy egyrészt bemutassa azt az eredeti technikát, amivel ez épült, másrészt olyan korabeli anyagokat akartunk használni, ami illő ez a ház életkorhoz. Tehát a földben nem betonalapok vannak, hanem téglából falazott alaptestek. A favázat vályog téglával töltöttük ki, kívül belül tapasztást kapott is egyszerű meszelést. A lábazat helyi kőből, bontott kőből készült, a tornác bontott téglából, a tetőzet bontott cseréből, és nagyon figyeltünk arra, hogy a fa szerkezet kapcsolata is eredeti módon kerüljenek helyreállításra, tehát fa kapcsolatok vannak, fa csapolások és fa szegekkel vannak ezek rögzítve. Az épületben nincs bevezetve semmilyen közmű, nincs áram, víz, villany, döngölt földpadlók vannak és korabeli érzés. A bemutatóház egyre népszerűbb úti cél a nemzetiségi iskolák körében is. Az épület látogatható, ezzel élnek is nemzetiségi iskolák, kirándulók, egész távoli helyekre érkező turisták is. Sokan szerepelnek a vendégkönyvben, járt itt Rádai Mihály, aki nagyon szerette a települést, Szekszárdról Ebringer Ferenc, aki blogot vezet és nagyon sok bejegyzése van a faluról, vagy Borbás Marcsi, amikor a faluba főzött, akkor ebbe az épületbe is járt, és itt is készítettek ételeket. A belső térben egy egyszerű berendezés van. A konyhában van egy épített korabeli takarék tűzhely, és konyhaberendezések. Van egy szoba, ami körülbelül egy ilyen múlt század elejé szobabelsőt tükröz, és van egy kisebb szoba, ahol pedig egyéb eszközöket helyeztünk el, ami a paraszti életvitelhez, a falusi életvitelhez kapcsolódik, és amikor gyerekek jönnek a osztálykirándulásokra vagy nemzetiségi heteken, akkor ebből csinálunk általában a kvízjátékokat, megmutatunk egy-egy eszközt, és akkor ki kell találni, hogy vajon mire használták. Sokszor a tanítónéni se tudja, de jókat tanulnak belőle. A závodi favázasház igazi ritkasságnak számít, hiszen mára az egész Dél-Dunántúlon alig 50 ilyen építészeti emlék található. Die deutsche Selbstverwaltung von Hart hat eine neue Programmreihe, die Deutschen Abende, ins Leben gerufen. Ihre erste Veranstaltung, die Premiere des Dokufilms »Wir Schwaben waren immer gute Ungarn«, fand am 10. März statt.
Viele Interessenten sind aus Bonhard und den umliegenden Siedlungen gekommen, um sich den unlängst fertig gewordenen Film über die Geschichte des mehr als 1100-jährigen Zusammenlebens von Deutschen und Ungarn anzusehen. Die deutsche Selbstverwaltung Bonhard hat eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel Deutsche Abende ins Leben gerufen. Ihr erstes Programm fand am 10. März im Veranstaltungsraum der Perzerkurie statt. Zahlreiche Interessenten sind aus Bonhard und den umliegenden Siedlungen gekommen, um gemeinsam den Dokufilm »Wir Schwaben waren immer gute Ungarn« anzusehen, der die mehr als 1100 Jahre lange Geschichte des Zusammenlebens von Deutschen und Ungarn bearbeitet. Also die deutsche Selbstverwaltung von Bonhard möchte eine Vortragsreihe auf die Beine stellen mit dem Namen Deutsche Abende in Bonhard. Diese Filmpremiere von diesem Film, was von Laszlo Petra und Jeremia Mann gemacht worden ist, Wir Schwaben, wird hier heute Abend vorgestellt. Wir denken, dass wir am 29. März die nächste Episode von diesen Deutschen Abenden vorstellen werden mit Herrn Dr. Bechtel Helmut Herrmann. Er wird über Literarisches erzählen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung ist das hier das erste diese erste Filmpremiere. Es geht um einen Film, der uns zugesandt wurde, dass wir auch in den Schulen und im Ort vorstellen sollten. Es geht um die Geschichte der Ungarndeutschen, dass wir, die Ungarn und die Deutschen, seit über 1100 Jahren zusammenleben. Das ist so weißt du, wie eine Heirat, eine Ehe, die immer auch positive, aber auch negative Seiten hat. Also im Film geht es nicht nur um Schönes, sondern auch ziemlich düstere Geschichten oder Teile der deutschen Geschichte. Und diese werden dann gezeigt. Im Film gibt es einen Ich-Erzähler. Ein junger Herr aus Mutschi stammend, wurde vertrieben, ausgesiedelt, wohnte in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und beerdigt wurde er wieder hier in Mutschi. Er erzählt diese ganze Geschichte eigentlich. Und es ist ein sehr schön gelungener Film. Von örtlichen Ungarndeutschen wurde die Initiative der deutschen Selbstverwaltung begrüßt. Sie finden, dass derartige Zusammenkünfte und Gespräche nach den Vorträgen sehr wichtig sind. A Covid-járás, vírusjárás előtt volt több estünk, csak akkor megszűnt. Körülbelül olyan 8-10 alkalommal gyűltünk össze. Azért gyűltünk össze, mert ez egy hiánypótló találkozás. Olyan életérzésem volt, hogy jó volna beszélgetni. Többször előfordult az, hogy ültünk a buszon, elkezdtünk beszélgetni egy témával, nagyon érdekes volt, megérkeztünk a busszal, vége szakadt a beszélgetés. Ugyanez lejátszódott piacon is, boltban vagy máshol, és akkor szerveztünk egy beszélgetést. Gondoltuk, hogy beszélgetünk, de hogy először többen összejönnek, tematizáltuk a témákat, és meghívtunk előadókat. Előadók válogatja, hogy hányan jöttek el, 30-an, 50-en van, amikor többen eljöttek. Az a rész a dolognak nem sikerült, hogy hosszan megbeszéljük. Egyelőre még az emberek nem igazán szeretnek hozzászólni, egy órás beszélgetés, vagy órás téma után, előadás után ők 5-10 percet maradnak és szeretnek elmenni. Nekem az a vágyam, vagy az volt az elképzelésem, hogy majd fogunk csinálni olyat is, ami csak beszélgetés. Mindenki elhozza maga kis saját történetét, mert mindenkinek van itt története, nem is egy, meg a kis emlékét, és akkor elmondja róla, hogy arról a kitelepítési papírról, vagy arról a B-listáról, vagy arról a fogságban vívő megérkező papírról mit tud, és akkor nyilván, hogyha elkezdjük a beszélgetést, akkor nincs vége. Der Film wird auch Schülern in den deutschen Nationalitätenschulen vorgestellt. Ich glaube, es füllt eine Lücke aus, ja, weil sie wissen nicht so viele von Vergangenheiten. Und ich glaube, sie müssen dafür ein bisschen erfahren. Wir lernen in der Schule schon. Wir haben Volkskundeunterricht von der 1. bis der 8. Klasse. Und dort lernen die Kinder schon, wie früher die Ahnen gelebt haben, die Großeltern, Urgroßeltern, was sie gegessen haben, wie war die Schule, was haben sie in der Kirche gemacht. Wir lernen sehr viele Sachen über unsere Urgroßeltern. Ja, natürlich, wir haben schon den Link bekommen und wir zeigen den Kindern. Für den Kleinen glaube ich schon ein,
ein Teil, ein paar Teile davon, den ganzen Film nicht, weil das zu viel ist für den Kleineren, aber die Größeren können schon das anschauen und darüber reden und die Denken sagen, was sie darüber denken, was glauben sie, was früher passiert ist, warum ist das so passiert. Das nächste Programm der Veranstaltungsreihe Deutsche Abende, ein literarischer Vortrag von Helmut Hermann Bechtel, findet am 29. März statt. Das neue Stück der Deutschen Bühne Ungarn, Schweres Gepäck, erzählt die Geschichte einer fiktiven ungarndeutschen Familie von der Volkszählung 1941 bis zur Aussiedlung 1946. Ein Faden der Geschichte ist der Dienst in der Waffen-SS, ein Tabuthema der ungarndeutschen Minderheit, worüber die Betroffenen bis heute schweigen. Dozentin der Universität Fünfkirchen, Dr. Beata Markusch, forscht seit 2 Jahren dieses bis heute als weißer Fleck geltende Thema. Im Zweiten Weltkrieg dienten etwa 120.000 Ungarndeutsche in der Waffen-SS. Einige meldeten sich freiwillig, andere wurden zwangsrekrutiert. Schauspieler Dustin Leitol spielt im neuen Stück des Ungarndeutschen Theaters Schweres Gepäck einen jungen Mann, der der deutschen Propaganda glaubt und freiwillig der Waffen-SS beitritt. Seltsam, wahrscheinlich für alle, aber für mich besonders, so einen SS-Mann zu spielen, der quasi gegen die eigenen Landsleute ist. Und es ist interessant, diese Perspektive mal zu erleben und diese Texte gehen natürlich auch rein und ja, man spielt das dann ein bisschen mit Abstand doch. Also man sucht natürlich einen Weg, wie man das überzeugend spielen kann, aber man braucht dann trotzdem Abstand, weil, ja, wie soll ich das sagen, Hitler und Konsorten, die waren halt gute Rhetoriker und konnten so die Leute überzeugen und einen jungen Menschen wie ich, der einen jungen Menschen spielt, der denkt nicht weiter groß drüber nach. Viele sind begeistert einfach, es war so eine Kriegsbegeisterung, glaube ich einfach, und dann hat man mitgemacht, ist ja toll, machen alle. Dieses Schwarmverhalten einfach, da gehört man dazu und geht eben dann auch in Krieg wahrscheinlich. Ich muss ja mit Imagination arbeiten in diesem Thema. Ich selber bin Pazifist, also. Dozentin der Universität Fünfkirchen, Dr. Beata Markusch, begann vor 2 Jahren das Thema, das bis heute als weißer Fleck gilt, zu forschen. Eigentlich kam das Thema eher so zufällig. Ich habe mit meiner Oma alte Familienfotos angeschaut und dort einige Soldatenfotos von SS-Männern gefunden, anscheinend meine Familienangehörigen. Und natürlich, das warf sehr viele Fragen auf. In den Quellen lässt sich das schon so auch nachverfolgen. Sehr viele haben sich einfach für die Waffen-SS gemeldet, weil die deutsche Seite eine bessere Finanzierung versprochen hatte. Das wollten sie auch einhalten, nur der ungarische Staat hat das nicht zugelassen, dass diese Summen dann auch überwiesen wurden. Aber sie hatten auch finanzielle Vorteile, auch die Familien. So in dem Fall, wenn zum Beispiel die Soldaten den Krieg nicht überlebten, es war versprochen, dass die Familie unterstützt wird. Es gab auch sehr viele, die betrogen wurden. Ihnen wurde gesagt, dass sie nur zu Sportveranstaltungen nach Berlin oder nach Deutschland reisen. Dort mussten sie irgendwelche Unterlagen unterzeichnen und zurück konnten sie nicht mehr. Das war ihre freiwillige Meldung für die Waffen-SS. Aber ich denke, viele hatten einfach gedacht, dass sie in der deutschen Armee einfach bessere Überlebenschancen haben, dass sie nicht in die sowjetische Front müssen. Das war auch zum Beispiel eine Motivation. Oder einfach, dass ja, die deutsche Armee, das war damals noch auf jeden Fall als Elite-Armee, so die Waffen-SS wurde, oder hatte diese Image, dass es eine Elite-Armee ist, mit besserer Ausrüstung, besseren Uniformen, bessere Verpflegung, bessere Gehälter. Also ich denke, das
konnte schon diverse Gründe haben, warum es attraktiv für junge deutsche Männer war, die zuvor sehr oft einfach in Ungarn als stinkende Schwaben beschimpft wurden. Auch in der ungarischen Armee, es gibt Quellen dazu, dass einfach sie wurden wegen ihrer mangelnden Ungarischkenntnisse dort beschimpft oder misshandelt. Deswegen wollten sie sich einfach für die deutsche Armee. Schätzungen zufolge waren, dass etwa 60.000 während der ersten Kriegsjahr, also 1942-43, als diese jungen Männer sich noch freiwillig für die Waffen-SS meldeten und weitere etwa 60.000 dann während des Jahres 1944, als sie schon nach der deutschen Besatzung Ungarns mit Zwang in die Waffen-SS rekrutiert wurden. Also insgesamt geht man von 100-120.000 Personen aus. Damit meine ich jetzt den größeren Ungarn, also nicht nur das heutige Staatsgebiet, sondern auch die Bačka, die heute schon rumänische Gebiete. Dort war die Bereitschaft auch relativ groß, sich für die Waffen-SS zu melden. Beata Markus forscht im Weiteren, was für ein Schicksal auf diese Menschen und auf ihre Familie nach dem Zweiten Weltkrieg wartete. Diejenigen, die in der Waffen-SS waren, die wurden besonders massiv sozusagen benachteiligt. Das galt als einfach so als eine Grund der Vertreibung nach Deutschland. Also sie wurden bereits während des Jahres 1945 schon in Ungarn interniert, also in Lager eingesperrt, verhaftet und also mussten sie auch Zwangsarbeit leisten. Ein besonders schlimmer Fall waren diejenigen, die zuvor in sowjetischer Kriegsgefangenschaft waren und erst dann so durch den Aufnahmelager in Debrecen zurückkehrten. Die wurden, wenn sie als SS-Soldaten dort identifiziert wurden, dann durften sie nicht nach Hause, sondern sie wurden in Internierungslager in Ungarn wieder eingesperrt. Ein sehr berüchtigter Fall war das Lager in Tiszalök, wo sie bis Ende 1953 noch Zwangsarbeit leisten mussten unter unmenschlichen Bedingungen. Erst danach wurden sie dann nach Deutschland so freigelassen und dorthin gebracht. Also das dauerte noch jahrelang, bis ihre Schicksale so irgendwie geklärt werden konnten, wenn überhaupt. Der Dienst in der Waffen-SS gilt im Kreise der Ungarndeutschen immer noch als Tabu. Die Betroffenen schweigen bis heute darüber. Ziel der wissenschaftlichen Arbeit ist eine ehrliche Konfrontation mit der Geschichte. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit für heute. Auf Wiedersehen.